Sok olyan kép van, amiket még kiskoromban láttam, ezek általában filmbeli képsorok. A macskafogóból van egy-két ilyen jelenet, például amikor az egyik denevér repül, és akkor ott nagyban kacag, akkor ott lehetnek látni a fogait, meg a holdat, vagy a Hard Days Night című filmben az egyik dalnál van egy kép, ahol a George Harrison szólózik, és ott lehet látni a gitárja nyakát, arra például így emlékszem. Azon sokszor röhögtünk a lányommal, hogyha egyszer a Tomi véletlenül mégis látni kezdene, akkor mekkora sokként fogja megélni, hogy mi nem úgy nézünk ki, mint a macskafogó, hogy nincsen nekünk hosszú farkunk, meg bolyhos szőrünk, meg ilyen nagy pamacsok a pofánkon. Anyámról, meg emberekről így konkrétan annyira nincs képem. Nagyon erős igazságérzete van, ami azt gondolom eléggé meghatározta a mi életünket mindenfajta szempontból. Az a rengeteg konfliktus, ami adott esetben köztünk is volt, a családon belül is volt, és adott esetben a világgal is volt, ez az ő nagyon erős igazságérzeteiből, vagy a tőle örökölt én nagyon erős igazságérzetemből adódott. Amikor az igazságérzete velem szembe indul el, és különösen akkor, amikor én magam részéről nem tartom igazságosnak azt, amit ő csinál, nagyon komoly vitáink tudnak lenni. Nem tudom, hogyan kell sérült gyereket nevelni. A tapasztalatok levonására nekem mindössze egy vakfiú adatott. Nem tudom, jó-e az út, amin járok, az sem hová tart, vezet-e egyáltalán valahová. Csak azt tudtam, hogy a cső végén egy szabad, bátor, önálló srácnak kell majd kijönnie. Erről szól ez a könyv.